További kellemes rádiózást kívánva köszöntöm a Csillagpont Rádió hallgatóit, Munos Márta vagyok, munkatársam pedig Ferenczi Gábor. Kedves hallgatóim, sokan tudják, sokan talán nem, hogy ma van a csontritkulás világnapja. 1996-ban rendezték meg először a csontritkulás világnapját, amely alkalmat ad arra, hogy erről a betegségről többet szóljanak a szakemberek, több információhoz jussanak a laikusok, hiszen a csontritkulás meglehetősen sokakat érint, nőket, férfiakat egyaránt. Viszont meg lehet akadályozni, lehet tenni ellene, illetve ha már sajnos szert tettünk rá, akkor lehet a folyamatot lassítani. Hogy miként és milyen előzményekre lehet egyáltalán visszatekinteni a csontritkulás kialakulása szempontjából, erről lesz szó itt az előttünk álló percekben. A szakember segítségét kértem, köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Tamási Lászlót, a MISEK, azaz a Miskolcvárosi Kórház és Egyetemi Oktatókórház reumatológiai osztályának vezető főorvosát. Én azt olvastam az interneten, hogy a csontritkulás az egy anyagcsere csontbetegség. Nyilvánvaló, hogy így van, de igazoljuk, hogy tulajdonképpen miért is ez a meghatározása, és mi indokolja, hogy így határozzák meg. Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Valóban a csont anyagcseréjének a megváltozásáról van szó. A normális csont működés során egy fokozatos csontbontás és egy ezt követő csontépítés az, ami egy állandó folyamatot jelent, és ez ennek a folyamatnak az egyensúlya biztosítja azt, hogy a csonttömeg egyenlő. A kezdeti időszakban, tehát a fejlődés korai szakaszában ez egy fokozott építést jelent, tehát mindig növekszik a csontnak a tömege. Ez a csonttömeg elér egy úgynevezett csúcs csonttömeget, amit általában 20-30-as éveire ér el az ember. Utána 8-10 évig egy szinten marad, tehát ezen a szinten megmarad a csonttömeg, és akkor egy egyensúlyállapot alakul ki, és ezt követően különösen nőknél, hiszen ezt a csonttömeg szabályozás nagymértékben a női nemi hormonok is szabályozzák, mivel a menopauza után, tehát a változás kora után a ösztrogén termelés a szervezetben fokozatosan csökken, leáll, ezért a csonttömeg is egy lassú csökkenésbe megy át. És ez aztán azt eredményezi, hogy elérhet egy olyan határt, a csonttömegnek a csökkenése, ami már az úgynevezett törési küszöböt eléri, és ilyenkor a töréseknek a kialakulásával kell számolni. Tehát, hogyha jól figyeltem, ugye akkor akármit teszünk, csak lassítani tudjuk ezt a folyamatot, mert itt most figyelemmel kísérve az életkorihoz kötődő tapasztalatokat, ugye az 30-tól 40 évig nyugton maradhatunk, ha és amennyiben úgy táplálkozunk, úgy mozgunk, és így tovább, mert hiszen nem feltétlenül 40-50 éves korban jelentkeznek a csontritkulásos tünetek, sajnos hamarabb is jelentkezhetnek, de ha minden optimális esetet veszünk alapul, akkor is előbb-utóbb elkezd leépülni, vagy átalakulni a csont szerkezete. Tehát a csonttömegnek a kialakulása az 80%-ban genetikailag meghatározott. Tehát az öröklődéstől függ az, hogy az ember milyen mennyiségű, minőségű csontot örököl. De lehet olyan jó csontos állományt, vagy csontozatot örökölni, hogy nem kell félni attól, hogy itt majd 50-en, 60-on túl majd törik? Igen, lehet. Lehet? Lehet. Anélkül, hogy bármit tenne az ember a védekezés, a védelme érdekében? Hát van ilyen, természetesen. Van ilyen, azért a biológiában nagyon szélséges variációk előfordulnak. Lehetséges természetesen ez is, de vannak úgynevezett kockázati vagy rizikó tényezők, amelyek azért felhívják a figyelmet arra, hogy kik azok, akik veszélyeztetettebbek arra, hogy szintén csontritkulás alakuljon ki náluk. Tehát elsősorban az, hogyha a édesanyjának, lánytestvérének, nagymamának már kialakult csontritkulása, vagy egy csonttörése. Régebben még nem volt ilyen általános, hogy csontritkulás mérések történjenek, csak annyit ismer esetleg a fiatal hölgy, hogy a nagymamának, dédnagyomának bizony volt szomjaktörése, ilyen törése, olyan törése, akkor az felkelti a gyanút arra, hogy ott a családban a
gének nem a legjobb csonttömeg építésére adtak lehetőséget. Persze régen rossz, hogyha az ember már csak 50 éves kora körül kezd el erre figyelni, hogy igyázni, ugye? Mert ezt valahol gyerekkorban kell, sőt a szülőnek kell elkezdeni. Igen, hát mivel tudjuk azokat a módozatokat, amivel a csont egészségét meg tudjuk őrizni, csont egészségét tudjuk javítani, ezért már a fiatal korban érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy mi az, amivel ő tud többet tenni azért, hogy ezek a betegségek elkerüljék. Azt mondta a doktor úr, hogy bontás, építés, ez helye közel egyensúlyban van, ugye az életünk java részében. Aztán felbomlik. Olyan mértékben, hogy a később időszakban a bontás lesz fokozottabb, az építés ezt nem tudja pótolni, és így a csonttömeg mennyiségének a csökkenése alakul ki. És azok a bizonyos módozatok, amikre az imént utalt, azok milyen területen keresendők, mi az, amivel ezt lassítani lehet, vagy megakadályozni? Hát egyik dolog például a táplálkozás. Ez az alap? Ezt nevezhetjük alapnak. Tudjuk azt, hogy a csont kálciumban épül fel döntően, és így a szervezet számára a megfelelő kálcium forrás biztosítani kell. Ezt nagyrészt azért táplálékokkal el tudjuk érni, hiszen tej, tejtermékek, sajt, stb. Fogyasztása az elengedhetetlen ahhoz, hogy a szervezetben megfelelő mennyiségű kálcium jusson. Ahhoz, hogy a kálcium az fel is tudjon szívódni, és hatásos legyen a csont számára, ahhoz D-vitaminra is szükség van. A D-vitaminnal viszont az a probléma, hogy az elsősorban a napfény hatására a szervezetben, a bőrben keletkezik az emberben, és azért nincs mindig olyan helyzetben az illető, hogy megfelelő napozást tudjon biztosítani a szervezet számára. Vannak, akiknek kimondottan nem ajánlotta a napozás, például fényérzékeny egyéneknél, de hát ugye a bőrgyógyászok a napozástól azért óvják az embert, hiszen a utóbbi években a bőráknak a előfordulása megsokszorodódott, és hát annyira lenne szükség, hogy egy napi legalább 10-15 perces napfény hatás az arcra és a végtagokra, de ez a 10 órától 15 óráig terjedő időszak, ami nem feltétlenül ideális egy dolgozó embernek szempontból. Másrészt hát a dolgozó emberek ilyenkor általában nem napon tartózkodnak. Igen, meg hát mondjuk még az arcunkat könnyebb is kitenni a napra, mert az ember, ha kimegy az utcára intézni akkor valamit, van, de a végtagokat kitenni, az nehezebben tudom elképzelni. Az már egy pihentető állapotot tételez fel. Igen, hát ebből következik az, hogy a pótlásra biztos pótolni kell a D-vitamint a szervezetbe, erre ma már nagyon sokféle D-vitamin készítvény van, és azt is tudjuk, hogy általában a gyerekeknek 1500 mg-ra van szükségek, felnőtteknek ma már azt mondjuk, hogy többre, kb. 2000 mg-ra naponta, ami 2000 egységre pontosabban, ami szükséges ahhoz, hogy a csont minősége megfelelő legyen. Nagyanyáink idejében én ezt sokszor eszembe jut, meg még ma is csinálják nagyon sokan, hogy a tojás héját, a tojást megmossák, összetörik, és kiskanállal fogyasztják bizonyos időközönként. Közvetlen szomszédom tapasztalata, ő is ezt csinálja. Nem tudom, hogy a szakember véleménye erről mi? Hát, mint kalciumforrás természetesen szóba jön. Itt nyilvánvalóan a sterilitási, tisztítási folyamatoknak nagyon gondosnak kell lenni, hiszen azért a tojáshéj ez nem egy tiszta anyag, azt fel kell forralni, tisztítani, és úgy összeőrölve nyilván fogyasztható. Azonban a gyógyszerek, tabletták azért állnak rendelkezésre, hogy ezeknek a bevételes, könnyebb legyen. Vannak pezsgőtabletták, vannak tablettaformájú D-vitamin kalcium készítmények, tehát ezek közül lehet választani. Igen, de ha valaki mondjuk hajlamos a kőképződésre, vese vagy epekőképződésre, vese képződésre, az természetesen visszariasztja az ilyen. Igen, itt ez gondot jelenthet. Amikor mi oszteoporózis betegeket gondozunk, kezelünk, akkor vizsgáljuk azt, hogy mennyi a szervezetükben a kalcium, vizsgáljuk azt, hogy mennyi kalcium ürül a vizelettel. Tehát ezt figyelni kell, mert ha mennyiben fokozott a vizeletben a kalciumürítés, akkor az ekkor képződésnek a előfordulását fokozhatja,
és úgy kell ezt beállítani, hogy ne legyen magas a vizeltelülő kalcium. Nem beszélve arról, hogy ugye már az ön által is említett genetika, ami befolyásolja a csontritkulás jelenlétét, megjelenését, ugyanúgy befolyásolja, vagy befolyásolhatja sajnos a gyógyszer is, vagy a gyógyszer mellékhatása. És erről egyre többen szereznek tudomást internetes világunkban, ami megint visszariasztó tényező lehet. Hát igen, nehéz eligazodni. Gyógyszer mellékhatások mindig előfordulnak, és ezeket sokszor csak akkor észleljük, amikor már a gyógyszert bevettük, és kialakultak ezek a mellékhatások. A kalcium vonatkozásában egyedül a vesekőképződésre kell figyelni, ott fontos. A D-vitaminnal jelentősebb mellékhatások nem szoktak előfordulni, hiszen ez egy természetes, nem is vitaminnak mondjuk ma már, hanem egy hormon. Miért hívják? Szerzetben előfordul. Miért hívják néma járványnak a csontritkulást? Azért nevezik néma járványnak, mert maga a csonttömeg csökkenése az észrevétlenül zajlik. Finom jelekből lehet elkövetkeztetni, például ha csökken a testmagasság. Persze ez is hosszú évek alatt alakulhat, vagy több év alatt alakul ki. Csökken a testmagasság, megváltozik a testalkat, egy előre görnyedt testtartás jön létre. Az már felkelteti esetleg a csontritkulásnak a valószínűségét. Tehát amikor jel van, azért néma betegség, vagy néma járvány, mert amikor már jel van, akkor már ott van. Igen, hát... Nincs előrejelző. Annyi még előrejelző lehet, hogy amikor elér egy 40-50 éves kort a ember, hogyha más betegsége nincs, mert akkor ez egy külön téma, tehát ha más betegség nincs, 40-50 éves kor után, ha bizonyos rizikótényezőket meg kell vizsgálni, hogy mi az, ami esetleg a csontritkulás kialakulásához vezethetnek. Tehát ugye az, hogy más betegség van-e, és arra valamilyen gyógyszert szed, de bizonyos gyógyszereket, itt a kortikosteroidok, azok, amelyek a gyulladásos ízületi betegségek kezelésében, de hát más betegségeknél is eléggé gyakran használt gyógyszerek. Azután a dohányzás például. Nagyon sok területen a dohányzást nem ajánljuk, és itt is bizonyított az, hogy a csontépítő sejteknek a működését gátolja a nikotin és a dohányfüstben lévő anyagok. Tehát ezt sem ajánljuk. Azután a korábban a családban előforduló töréseknek a esetleges előfordulása, vagy már esetleg egy törés megjelent. Egy banális törés, amitnek akkor még tulajdonságok nem is, vagy jelentőséget nem tulajdonította. Maga a vizsgálat az hogy történik ez? Mert igazán nem értem, annyi szűrővizsgálat van, annyi figyelemfelkeltés van, hogy miért nem élnek az emberek ezzel a lehetőséggel? Ez a vizsgálat, ez fájdalmas, vagy olyan procedúra, amit nem szívesen vállalnak? Hát nem, egyáltalán nem fájdalmas, inkább arról van szó, hogy talán vannak komolyabb betegségek, amelyektől az ember tart, és ezeket próbálja megelőzni, vagy ezekkel foglalkozik inkább. De például egy mellkas vizsgálatnál is, amikor egy oldalirányú mellkas felvétel készül, ott már radiológus esetleg felhívja a figyelmet arra, hogy a csigolyáknak az alakja megváltozik. 60 év felett a statisztikák szerint minden harmadik nőnek van egy olyan csigolyája, vagy több, amelyiknek a magassága már alacsonyabb, mint a egészségeseknél, tehát egy kezdődő összeroppanás megfigyelhető. Tehát ilyeneket ki lehet már korábban is szűrni. Na most ez ellen akkor, ha az embernek ajánlatos elmenni mondjuk 40 éves kora körül nőknek elsősorban, de férfiaknak is, egy ilyen vizsgálatra, és akkor megállapítanak valamilyen stádiumot, vagy valamilyen, vagy van csontritkulása, vagy nincs, és akkor kezdődik a terápia. Tehát első menet az, hogy ugye felmérjük a rizikótényezőket, hogy milyen rizikótényezővel rendelkezik az illető. Ha vannak rizikótényezők, akkor ma már vannak olyan komoly módszerek, amivel a csont tömegét pontosan meg tudjuk mérni, tehát meg tudjuk azt határozni, hogy a kívánt csúcs csont tömeghez képest van-e olyan eltérés, ami már figyelmet érdemel, ez a csontritkulás mérés, vagy a oszteodenzitometria. Ezzel meg tudjuk mondani azt, hogy csökkent csont tömegről van szó, vagy már ez a csökkenés eléri a csontritkulás mértékét. Ha ezt ki tudjuk mutatni, a következő
Ide tartozik még egy röntgenvizsgálat, az egy késő jelet mutat már, tehát ott csak inkább a csigolyáknak a struktúráját nézzük meg, hogy milyen a alakja a csigolyatesteknek, van-e összeroppant csigolya, mert, mint mondtam, hogy tünetmentesen is ez előfordul. Úgy roppan az a csigolyája, az emberek, hogy észre se vesz. Ennek lesz aztán az a következménye, hogy meggörbül a hát fokozatosan. Ez nem fáj? Előfordul, hogy nem fáj. Ritkábban, de a esetek jó részében ez egy jelentős fájdalommal jár. És ide tartozik még a laboratóriumi vizsgálat. Tehát itt az alaplaboratóriumi értékeket megmérjük, és van arra lehetőség, hogy a csont építésnek és a csontbontásnak a mértékéről biokémiai módszerekkel tájékozódjunk. Tehát meg tudjuk mondani azt, hogy az adott betegnél a csontbontás, csontépítésnek a egyensúlya milyen irányban bomlott esetleg meg. Meg hogy milyen tempóban halad az előre. Hát ugye? Azt az évek, illetve több év követésével tudjuk ezt. Na és amennyiben ez megvan, ez az eredmény, akkor most már roppant egyszerű lenne az ellenoldalt elindítani. Hát ma már olyan fejlődésen ment keresztül az orvostudomány, meg annyit lehet olvasni, hallani, nem mindig jó ezekkel tisztában lenni, hogy ilyen-olyan injekciók vagy komponensek beadásával serkenteni lehet mondjuk valamilyen. Igen, tehát attól függően, hogy milyen szintű ez a csontritkulás csökkenés, csonttömeg csökkenés, annak megfelelően választjuk meg a kezelést, ugye elsősorban a kalcium-D-vitamin pótlást, ha ez nem elegendő, akkor gyógyszeres kezelés jön szóba, elsősorban tablettás kezelés, ha valamilyen okfolytán a tabletta mellékhatást okoz, gyomor mellékhatást, akkor vénás injekcióval is tudjuk ezt pótolni, és ez az alap bizonyos biztoszonátoknak a elsődleges alkalmazása. Ha ezek nem megfelelőek, vagy mellékhatással járnak, vagy emellett is a törés kialakul, vagy romlik a csonttömeg, akkor különlegesebb, igaz, jóval drágább, de ez a támogatott gyógyszernek a biztosítására lehetőségünk van. Azt lehet mondani, hogy ebben a vonatkozásban világszínvonalon van a csontritkulásos betegnek a kezelése. Hogy idáig eljutottunk, hogy világszínvonalon legyen a csontritkulásos betegek kezelése, sok utat vagy hosszú utat kellett megtenni, és fantasztikus eredményekre is szert tenni, hogy ezeknek milyen lépcsői voltak, és hogy miért beszélünk mi. Ön is azt mondta, hogy azért nem jár szűrővizsgálatra, vagy nem veszi komolyan az ember, mert más komolyabb betegsége van. Hát elég komoly betegség az, hogyha valakinek összeroppan a csigolyája, ugye csak nem gondolunk bele igazán, meg hogy nincs jele, fájdalmas előjele, ezért aztán hajlamosak vagyunk elbagatellizálni a dolgot. De éppen azért, mert az orvostudomány fejlődik, és olyan eredményeket értünk el, amiről majd a zene után beszélgetünk, van remény arra, hogy ez az állapot, ez a csontritkulásos állapot, ez ne legyen olyan vészes, mint amilyen volt mondjuk 15-20 esztendővel ezelőtt. Az orvostudomány fejlődésével, a kutatási eredmények szaporodásával érhető el, hogy azt mondta a zenelő dr. Tamási László, reumatológus főorvos, a MISEK reumatológiai osztályának vezető főorvos, hogy ma már olyan kezelési módok, eljárások, gyógyszerek vannak, noha jó lehet ezek közül jócskán tartoznak a drága kategóriába is, amelyekkel szép eredményeket érhetünk el a csontritkulás kezelésében, gyógyításában is? Mert a kettő nem ugyanaz. Hát attól függ, hogy mit nevezünk gyógyításnak. Elsődleges a megelőzés, erről beszéltünk előbb. A második fontos pont, hogy ha már kimutatható a csontritkulás, akkor ezt a csontritkulást megőrizzük azon a szinten, amilyen szinten mi ezt észleltük, tehát ne fokozódjon a csontbontása. Ha ezt sem tudjuk elérni, akkor a harmadlagos beavatkozási lehetőségek a töréseknek a kialakulásának a megelőzése, vagy az újabb töréseknek az elkerülése a fontos. A tudomány fejlődésével, hiszen arról van szó, hogy ugye bontás-építés harmóniája vagy diszharmóniája uralkodik a csontunk belül. A tudomány fejlődésével nem érték még el ez idáig azt, hogy ezt a bizonyos építési funkciót vagy tevékenységet külső segítséggel rásegítsenek? Tehát, hogy az a harmónia a csonton belül, amikor is bomlik az állag,
az építő funkciót valamire nem lehet stimulálni? Hát ma már olyanokat lehet olvasni a szaklapokban, hogy a gondolkodást tudják stimulálni bizonyos kis kütyük beültetésével az agyba. Igen, a gyógyszerek, amelyek a csontanyagcserét befolyásolják, a kezdeti időszakban olyan típusok voltak, amely a csontbontásnak a folyamatát lassították vagy állították le. Ezekkel a készítményekkel gyógyítottunk hát évtizedekig, azt kell mondanom, több mint 10 évig, és az utóbbi években váltak elérhetővé azok a szerek, amelyek nem csak a bontást akadályozzák meg, hanem építő tulajdonságúak is. De az eredeti állapotot visszaállítani már nem képesek. Hát az eredeti állapotot visszaállítani, ez érdekes dolog, mert ha megmérjük a csonttömeget a kezelés előtt, kezelés után, vannak eredmények arról, hogy ezek a csontbontás gátlószerekkel is vissza tudjuk építeni arra a szintre, ami előtt volt a beteg a kezelés előtt. Tehát ez akkor optimizmus ad okot. Tehát nem szabad ezt a kezelési módot lebecsülni, hiszen eredmények vannak. Tehát meg tudjuk őrizni a csonttömeget. Persze vannak olyan esetek, amikor, különösen, hogyha későn kezdődik el a kezelés, és már a csontnak a struktúrája is mikros szerkezete megváltozik, hiszen egy szövet, egy csigolyatestben, ahol egy úgynevezett trabekuláris vagy hálózatos szerkezet van, ebben a hálózatban a apró kis gerendák már felszívódtak, összeroppantak, azoknak a visszaépítése nyilvánvalóan nem lehetséges, de meg tudjuk őrizni a csontnak az állományát. És ebben lett nagy eredmény, hogy olyan készítmények is vannak ma már, amelyek a építést is fokozzák. Nehéz elképzelni, mert azt, hogy a véráramba bejut valamilyen anyag, ellenanyag, azt úgy jobban el tudja az ember képzelni, hogy szétárad a szervezetbe, mint hogy a csontjainkon belül utat törjön magának egy ilyen. Hát a csont folyamatos átépülésben van. Ugye úgy gondoljuk, hogy a csont, amit a kézbe megfog az ember egy kemény valamit, de a csont napi átépülésben van, és fokozatos működésben van. És hát ennek a működésnek a hosszú folyamán jöhetnek létre olyan anomáliák, ami a csonttöréshez vezetnek. Én azt mondtam a beszélgetés elején, hogy nagyon sokat tehetnek a szülők, meg úgyhogy kisgyermekkorban már úgy kell nevelni a gyereket, és olyan ételeket kell fogyasztatni, ami az egészséges életmódot szorgalmazza. És ebbe beletartozik ugye a csontok védelme is, tehát úgy kell összeválogatni az étrendet, hogy az mindenképpen beleivódjon a gyerekbe, és ez legyen igénye, természetes igénye, hogy neki egészségesen kell táplálkozni. Ez az egyik legfontosabb, hogyha genetikailag úgymond sinem van az ember, hogy megakadályozhatja ennek a néma járványnak a tovább terjedését. De hogyha sok éven át, vagy a gyerekkorában, vagy a kamaszkorában, vagy néhány évtizedet ellébet szól, nem úgy él, mint ahogy az elő van írva, akkor vajon még időben van, ha az ön által is említett 30 éves kora tájékán próbálja megváltoztatni az élet felfogását, és az egészséges életmód jegyében fogyasztani, mozogni, mindent megtenni, akkor még mindig ideje van arra, hogy... Én azt gondolom, hogy igen. Tehát még nem éri olyan pusztulás elvileg akkor a csontállományt, hogy... Nem. Tehát a 30-40 éves korig azért inkább egy fejlődéses folyamatról, építéses folyamatról beszélhetünk. Az kétségtelen, hogy ugye a táplálkozás az egy fontos dolog, de egy ugyancsak rendkívül fontos dolog a megfelelő mozgás. Kísérletes vizsgálatokban igazolták azt például, hogy ha valaki csak egy héten háromszor, 3/4 órát mozog sétával, mozgással, az elegendő ahhoz, hogy a csonttömeget megőrizze. Tehát ez csonttitkulás mérési vizsgálatokkal tudták igazolni, hogy maga a mozgás is egy olyan lehetőséget biztosít, ami a csonttömeg megőrzésében fontos. De hát erre mondja a háziasszony, hogy mozgok én eleget otthon, hiszen porszívózok, hiszen ugrálok a lakásba, főzök, járkálok, és az mégsem ugyanaz, mégsem elég. Ez nem ugyanaz a mozgás, tehát itt egy séta, gyaloglás
amiben az minden csont, a gerincváz, a ízületek részt vesznek, a házi munkába végzett mozgás, ez egy megszakított, szakadozott, leülök, felállok, tehát ez nem tekinthető annak a mozgásnak, ami ezt igazolna. De maga a mozgás hiány, az gyakorlatilag így hat vissza a csont állomány alakulására? Például? A izmok ugye a csontokon tapadnak, és az izmok által közvetített információ a csontokba egy feszülést hoz létre az intapadásoknak megfelelően. Ez a feszülés a csontokban egy ugyan mechanikus hatást vált ki, ami aztán áttevődik biokémiai hatásokká, és az a csontrendszernek is egészségében szerepet játszik. Ugye azt is vizsgálatok igazolták például, hogy a súlytalanság állapotában az űrhajósoknál, amikor hosszabb időt a súlytalanság állapotába töltenek, egy nagyon komoly káros hatás az, amikor visszatérnek, hogy a csonttömegük jelentősen csökken. Na most a mozgás, én laikus vagyok ugyan hozzá, de úgy gondolom, hogy akkor, amikor már a szerkezetében ilyen változás van az ember csontszerkezetben, akkor egy ilyen erőltetett mozgás adott esetben többet árt, mint használ, mert mondjuk éppen előidézi a törést. Természetesen a mozgás és a gyógytornak között különbséget kell tenni, hiszen amikor már kialakultak olyan elváltozások, ami elsősorban a gerincnek a struktúrájában jelentkezik, tehát fokozott a gerincnek a hajlata, a hátizomzat megnyúlik, a medence előre dől, ezzel kapcsolatban a környező izmoknak a zsugorodása, megnyúlása, az már olyan állapotot eredményez, ami nem pótolható, vagy nem javítható azzal, hogy otthon a házi munkát végzi az ember, hanem akkor célzottan, gyógytornász segítségével ezeket az izmokat célzottan kell erősíteni, illetve lazítani. Tehát ilyenkor mindenképpen gyógytornát írunk elő a betegek számára, és ezt például igazoltuk is a osztályunkon végzett vizsgálatokkal, mert be is számoltunk kongresszuson, hogy olyan betegeknél, akinél komoly csontritkulás volt, 3 hónapig végzett intenzív, heti 3 alkalommal végzett gyógytornász által vezetett gyógytornával a csonttömeg javult, az esési kockázat jelentősen csökkent. Ezt ki is tudtuk mutatni például olyan mérőműszerrel, amire ráállt a beteg, és hogy a testsúlynak a imbolygását, a testsúlynak a súlyközéppontnak a változását mértük, és sokkal kisebb területen mozgott ez a súlyközéppont, mint a kezelés elején. A betegeknek például egy nagyon egyszerű próba, hogy milyen gyorsan tud felállni a székről. A combizomnak a erősségét egyből ez mutatja. Tehát itt a nagyon fontos a gyógytornával az, hogy a alsó végtagizomzatot, a combizomzatot erősítjük, ezáltal a esési kockázat csökken. Tehát ha nem esik el a beteg, még ha csontritkulása van, a csukló kéztöréseknek a kockázata jelentősen csökkenthető. Ehhez nem kell gyógyszert szedni, adott esetben kell a betegnek egy jó szemüveg, amivel rendesen lát, tud tájékozódni. A lakásban úgymond rendnek kell lenni, tehát ne legyen szőnyeg, amiben el tud botlani, ne legyen egy ott hagyott papucs. Ne mindig azt mondjuk a betegnek, mindig csak arra menjen, amerre néz. Tehát hátra ne lépjen, mert hátra mögött nem lát. Adott esetben ott van valami, elesik, és akkor van a baj. Tehát a esés befolyásoló tényezők, vérnyomás csökkentő gyógyszereknek a megfelelő beállítása. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy ne is essen el az ember. Sok évtizedes tapasztalattal rendelkezik főorvos úr, és ennek a sok évtizednek a során jó néhány olyan eredményről is lehet szólni, mint például ez a csontritkulás mérő készülék, hiszen csak nem 20 évvel ezelőtt nem volt arra lehetőség, hogy az ember elmenjen, és erre mármint, hogy a beteg vagy a páciens elmenjen, és nem volt ilyen mérőműszer, amivel megtudták. Ilyen mérőműszer, meg gondolom, hogy másra megtudták. Hát igen, tulajdonképpen az osztályunkon 95-ben kaptunk egy ilyen
készüléket, amivel pontosan meg tudjuk mérni a csonttömeget. Ezelőtt gyakorlatilag ezzel a témával nem is nagyon foglalkoztunk, hiszen, mint említettem, a röntgen vizsgálat az egy nagyon késői állapot jelzője. Már a csonttömeg 30%-a hiányzik, amikor a röntgenen látszik az, hogy a csonttömeg csökkent. Tehát ez volt az első olyan lehetőségünk, amivel egy korai diagnózist tudtunk megállapítani, és ez a fontos. Tehát a korai diagnózist meg tudjuk állapítani, akkor utána jöttek azok a lehetőségek, hogy biokémiai módszerekkel, mint ahogy említettem, a csontbontás, csont építésnek a biokémiai markereit tudtuk mérni a szervezetben. Tudjuk mérni a D-vitamin szintet, természetesen a kalcium meghatározás az már egy régi lehetőség, vagy alap lehetőség volt, de ezzel a bontás építésnek a mérésével tudjuk a kezelést is kontrollálni, hiszen a csontritkulás mérés az egy hosszú év után, egy, legalább egy-másfél év után mutathat eredményt a terápia következtében. Azt, hogy egy gyógyszer hat-e vagy nem, azt kb. 3 hónap alatt le lehet mérni, ha megmérjük a csontépítő és a bontó enzimeket. Ebből már azért lehet tudni azt, hogy csökken a csontbontásnak a mértéke, és ilyenkor természetesen a készítményt adjuk tovább, de azt, hogy effektíve mit tudtunk elérni, azt másfél-egy év múlva tudjuk csak a csontritkulás méréssel rögzíteni. Igen. És akkor ez a folyamatos kezelések során, a gondozás során ez a menetrend, hogy a beteg rendszeresen szedik a gyógyszert, járnak ellenőrzésre, mérjük ezeket a paramétereket, és meg tudjuk állapítani, hogy a készítmény hat vagy nem hat. És akkor az életminőség, ugye azt szoktuk ilyenkor mondani, szinten tartható, ugye? Hát természetesen nem az a lényeg, hogy a csontritkulás értéke -1 vagy -2 legyen, hanem mi a beteg életminősége. Tehát az, hogy tud menni, napi tevékenységét el tudja látni, nem jelentkezik olyan panasz, hogy már délután le kell ülni, le kell feküdnie, mert már fáj a hát, a dereka. Ezeket már a betegek jelzik, hogyha azért a gyógyszer hat. Azt mondtam, hogy több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. Ez alatt, az idő alatt mennyit változott az emberek, úgymond, egészségkultúrája? Mennyire élnek ezzel a lehetőséggel? Akár, hogy magukkal tisztában legyenek. Gondolom, hogy szűrővizsgálatok, ilyen figyelemfelkeltő kampányok voltak az elmúlt időszak során. Igen, mi is rendeztünk több alkalommal ilyen rendezvényt, és ez a világnap végül is arra jó, hogy egy kicsit felhívjuk erre a figyelmet, mert nincs annyira figyelem előterében. Szóval az az igazság, hogy a csontritkulásos betegeknek 20%-a, 15-20%-a az, aki szed gyógyszert. Mondhatjuk, hogy az időskor betegsége egyébként? Egyértelműen nem. Tehát alapvetően időskor betegsége. Mert hogy miért szorul ennyire háttérbe? De a fiatalokat is érinti, és itt azért tényleg a férfiakról is kell szólni, és azokról is kell szólni, akiknél tulajdonképpen valamilyen más betegség mellett jelentkezik, hiszen azért érintettek a cukorbetegek, elsősorban az egyes típusú cukorbetegségben szenvedők, de a kettes típusú cukorbetegek is. Itt korábban azt gondolta az irodalom, és arról voltak tapasztalatok, hogy a kettes típusú cukorbetegek, mivel a testsúlyuk magas, így kevesebb a kockázatuk a csontritkulásra, de valójában igazolódott, hogy nem egyértelmű ez összefüggés, mert a nagy testsúly még nem biztos, hogy megvéd a csontritkulás kialakulásától, hiszen ott más tényezőknek is a szerepét most már igazolták. Tehát ez egy általános probléma, amivel tényleg a fiataloktól kezdve az életmóddal kell foglalkozni, és akkor tudunk a későbbi dolgokra gondolni. Ez olyan hasonlatként szoktuk mondani a betegeknek, hogy az ember a nyugdíjas évei idősebb korára próbál bizonyos tartalékot építeni fel, pénzügyi tartalékot, amit betesz a bankba, és akkor majd azt valamikor visszakapja, megkapja. Tehát ez megint csak egy ilyen biztosíték lenne arra, hogyha a fiatal korban, felnőtt korban az ember gondol arra, hogy erre számítani lehet, mert a korral ez bekövetkezhet, be is következik, akkor mivel tudom azt a lehetőséget elérni, hogy én ezt ne érjem el, később érjem el,
ne jönjenek ilyen törések az életembe. Úgy érzem a szavaiból, hogy elégedetlen, ugye? Igen, tehát... egy kicsit, mert az a tapasztalatunk, hogy még ma is sok beteg úgy kerül be vizsgálatra, hogy adott esetben mi szűrjük ki, de nem is azzal jön, azzal a problémával jön. Másrészt pedig később olyan állapotban, amikor már törés kialakult. Jól értettem most az arra a cukorbetegségről szólva, hogy maga a csontritkulás is lehet szövődmény? Van aminek a szövődménye? Természetesen. Igen? Hát igaz, hogy amikor a gyógyszerekről beszéltünk, ugye, hát hogy... ezek, amiről általában beszélünk, az a elsődleges csontritkulás, de van másodlagos csontritkulás. Itt elsősorban endokrinológiai betegségeknek a következményei, a pajzsmirigy túlműködés, a mellékpajzsmirigy túlműködés, a mellékvese túlműködés, vagy az ezzel egyenértékű kortikosteroid kezelés tartós éveken át folytatása vesebetegségek esetén. Ezek komoly problémát jelentenek, és ilyen témákban ugye a megfelelő kollégákkal mi kollaborálunk, és ezeket a betegeket ők kiszűrik, küldik hozzánk vizsgálatra, megállapítjuk a betegségnek a stádiumát, és itt már egy közös gondolkodás és közös gondozásról van szó. Gondozás, visszatérek még egy gondolat erejéig a csontritkulást mérő készülékhez. Hát akkor a kapacitása rendesen ki van használva, hogyha ilyen kevés létezik belőle, ugye? Igen, ezt napi szinten használjuk. Pedig hát az döntő az ottani eredmény a gyógyulás szempontjából. Meg hát visszatérek a csontritkulás világnapjához. Tavaly az volt a szlogen, hogy tovább ne törj. Én azt hiszem, hogy ez az a szlogen, ami minden évben aktuális lehetne. Vagy talán ebben az évben hozzá lehetne tenni egy olyat is, hogy tovább ne várj, és menj el gyorsan a vizsgálatra, ugye? Igen, hát ez mindig az az üzenete, hogy minél korábban megállapításra kerüljön a elváltozás, hiszen nem jár korai tünetekkel, de ha az előbb szólt kockázati tényezők fennállnak, akkor gondoljunk arra, és egy egyszerű vizsgálatsorral meg lehet állapítani azt, hogy adott esetben milyen szinten áll a csontrendszerünk, mikor kell foglalkozni vele most, vagy ráérünk 3-4 év múlva foglalkozni, vagy esetleg későbben ezzel a témával. Minden esetre táplálkozás, mozgás és egy kis odafigyelés, és akkor már biztosítva van az a bizonyos életminőség. Legalábbis mi a magunk részéről akkor megteszünk mindent ennek érdekében. Nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatóink, az elmúlt órában a csontritkulás világnapja alkalmából erről a csontritkulásos kóros folyamatról és ennek a megakadályozási lehetőségeiről beszélgettünk a szakemberrel, dr. Tamási Lászlóval, a Városi Miskolc Városi Kórház és Egyetemi Oktatókórház reumatológiai osztályvezető főorvosával. Hamarosan már híreket hallanak itt a Csillagpont Rádió műsorában, amelyhez további kellemes rádiózást kíván a munkatársa Ferenci Gábor nevében is a szerkesztő Monos Márta. A viszonthallásra!